A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár lassan 1 milliós darabszámot meghaladó dokumentumállománya kitűnő alapot nyújt a klasszikus könyvtári szolgáltatások ellátásához, úgy mint kölcsönzés, helybenolvasás vagy épp zenehallgatás, filmnézés. A biblioteka vezetése azonban elkötelezte magát amellett, hogy Szeged legrégebbi közművelődési intézménye mindig igyekezzen megfelelni a kor kihívásainak. Semmi sem állandó, csak a változás maga. És ez azt jelenti számunkra, hogy nekünk folyamatosan változni kell, folyamatosan kell idomulnunk a társadalmi elvárásokhoz, akár a technikához, minden olyan dologhoz, ami a világban történik. Az intézményben 1998 óta integrált könyvtári rendszer működik. A könyvek érkeztetése és nyilvántartása teljes egészében gépesített. Ennek folyománya az OPAK, az online könyvtári katalógus, melynek segítségével az olvasók az interneten keresztül is információkat kaphatnak a könyvtár állományáról. Könyvtárakkal szemben is egy teljesen nyilvánvaló elvárás most már, hogy otthonról tudjak szolgáltatásokat igénybe venni, otthonról tudjak könyvtárral párbeszédet kezdeményezni. Ilyen szolgáltatások nálunk már az OPAK mellett, a folyamatosan megjelenő, havonta megjelenő elektronikus tájékoztató, amiket kiküldünk az olvasóinknak. Tervezzük az SMS tájékoztatás bevezetését, blogokat lehet indítani, és pályázatok segítségével olyan online, 24 órás online szolgáltatásokat szeretnénk kialakítani, amelyen keresztül az olvasó már tartalmakat is elérhet, tartalmakat is kérhet tőlünk, illetve rendelhet tőlünk konkrét tartalmakat is. Az intézmény egy TIOP előjelű pályázat segítségével korszerűsítette eszközparkját. Többek között olyan készülékeket is beszereztek, amelyek segítségével lehetővé vált, hogy fogyatékkal élők is igénybe vehessék a könyvtár szolgáltatásait. A TIOP előjelű pályázathoz egy mintegy 85 millió forintos TÁMOP előjelű pályázat kapcsolódott, mely elsősorban továbbképzéseket és szolgáltatásfejlesztéseket tett lehetővé. A pályázatban a Somogyi Könyvtár mellett konzorciumi tagként 6 társszervezet vett részt. A támogatással többek között szeretnék elérni, hogy az értékes könyvtári dokumentumok tartalmilag is elérhetők legyenek a világhálón keresztül. Távolabbi célunk, hogy az így kialakított tartalmi adatbázisok olyan lehetőséget nyújtsanak az olvasóknak, hogy otthonról az egyirányú szolgáltatást fölváltva egy kétirányú szolgáltatással otthonról fénymásolást lehessen kérni, letöltési lehetőséget lehessen kérni, illetve új és régi könyveket is lehessen olvasni. Az állomány digitalizálása mellett a pályázatnak köszönhetően a könyvtár arról is gondoskodhatott, hogy minél többen érdeklődjenek a könyvek az olvasmányok iránt. Az olvasás népszerűsítés ebben a pályázatban oly módon jelent meg, hogy konzorciumi szinten meghirdettünk egy olvasás népszerűsítő pályázatot Könyvkirály címmel, amiben valamennyi konzorciumi tagunk részt vett, illetve az egyes konzorciumi tagok a saját könyvtárukban is kisebb volumenű, de a helyi gyerekeknek szóló olvasás népszerűsítő rendezvényeket tartottak. A legjelentősebb, központilag meghirdetett program az úgynevezett Könyvkirály sorozat. Ennek keretében a gyerekeknek korosztályok szerint könyveket ajánlanak, melyekből aki 1 év alatt a legtöbbet elolvassa, övé lesz a Könyvkirály megtisztelő cím, míg a verseny többi helyezettjét a Könyves Birodalom egy-egy tisztségviselőjének nevezik ki. Ahhoz, hogy felnőttként is értékelje a könyvet, értékelje az irodalmat, kapcsolata legyen a irodalomhoz és ezáltal a kultúrához, ezt mindenképpen már gyerekkorba kell megalapozni, hogy igénye legyen a jó könyvnek az olvasása. Ez egy szokássá váljon a számára, hogy könyv nélkül nem igazán teljes az élet. Az olvasás népszerűsítés mellett a Somogyi Könyvtár több konzorciumi partnere ennek a pályázatnak köszönheti, hogy már a webes felülettel rendelkezik. A központi könyvtár pedig azon fáradozhat, hogy dokumentumaik országos szinten is elérhetővé váljanak. Az egész pályázatnak a fő célja egy egységes, először is megyei szinten egységes rendszer, majd ezek a megyei szintű egységes könyvtári rendszerek országos adatbázisokba történő egységesítése, összevonása, hogy az ország bármely pontján, bármikor, bárki számára elérhetővé váljon minden könyvtári dokumentum. Ugyancsak a pályázatnak köszönhetően a könyvtár érintőképernyős készülékeket vásárolhatott, melyeken elsősorban az intézmény ritka könyvei válnak elérhetővé digitális formában, de egy kicsit mégis oly módon, mintha az adott művet lapozgatná az olvasó. A támogatásból a könyvtárosoknak szakmai továbbképzéseket, a felhasználóknak különböző tanfolyamokat, helyi és online kurzusokat tarthatnak,
hogy az intézmény ezzel is megfeleljen a modern, olvasóbarát könyvtár kívánalmainak.